A világ madártávlatból. A mai epizódban Majorka. Utunkat Majorka délnyugati sarkában kezdjük, itt található Palma is, a sziget fővárosa. Innen észak felé fordulunk, átkelünk a hegyvidéken, és már a tengerpart közelébe jutunk el a hegytetején fekvő faluba, Deába, onnan pedig a Juki kolostorba. Követjük a hasadozott partvonalat, így érünk Cala Szent Vicenzbe. Innen a Cap de Formentori világító toronyhoz vezet az utunk. Bekonyarodunk az öböl mentén, és megtekintünk egy kis üdülővárost, Puerto Poyensát. Keleti irányban haladunk tovább a part mentén, egészen Calaratádáig. Majd dél felé vesszük az irányt Porto Cristóba. Itt a szárazföld belseje felé kanyarodunk, ahol három történelmi kolostort keresünk fel Randában. Körutazásunk Palmában ér véget. Majorka a Baleári-szigetek legnagyobbika. Történelme a római korig nyúlik vissza. Megfordultak itt a vandálok, a bizánciak, majd a mórok is. Végül a 13. században spanyol fennhatóság alá került. Napjainkban Majorka a tömegturizmus üdülő szigete. Mindez az 1950-es években kezdődött, akkoriban kezdték árusítani az üdülési csomagokat. Az 1960-as években a szigetnek évi 500 ezer látogatója volt. 1997-ben közel 7 millió turista kereste fel, 2010-ben pedig közel 10 millióan. A nagyszámú turista befogadása érdekében szállodák nőttek ki a földből, különösen a délnyugati partszakaszon, közel a repülőtérhez. A turisták hadjáratának két oka volt, az időjárás és a könnyű elérhetőség. Majorkán az év 300 napján süt a nap, a sziget az európai országok többségéből könnyedén elérhető. Sokan vásárolnak itt ingatlant. Portal Snus lakóinak többsége is külföldi. A nagy kikötőben magánjaktok sorakoznak. A strandok nagy része védett, a családok nyugodtan eltölthetik itt akár az egész napot. Az európai szabályozásnak, az úgynevezett kék zászló politikának köszönhetően nagyarányú környezetvédelmi tisztogatás zajlott le, úgyhogy az emberek biztosak lehetnek a strandok nyugalmában, a víz tisztaságában. Majorka fővárosa Palma. Itt él a sziget helyi lakosainak fele. Tengeri kikötőjében teherszállító hajók horgonyoznak, de találunk itt turistahajókat, illetve kompokat is, amelyek a szigetek közti forgalmat biztosítják, illetve összekötik Majorkát Spanyolországgal. A tömegturizmus beindulása óta a Palma növekedésnek indult, így képes most megbirkózni a turisták özönével. A fővárosban sorra emelkednek a modern épületek, a város arculatát azonban meghatározza Európa egyik legszebb gótikus katedrálisa. A helyiek csak Lasseuként emlegetik, hivatalos neve azonban Palma de Majorkai Székesegyház. Az egyik legnagyobb katolikus templom, a hossza 121 méter, a szélessége 55 méter. A 13. században alapították, miután első Jakab király legyőzte az arabokat, és katonáival együtt a szigetre érkezett. Az utazás során vihar támadt, a király élete veszélybe került. Jakab fogadalmat tett az úrnak, hogy egy székesegyházat épít, és azt Szűz Máriának ajánlja, amennyiben hadjárata sikerrel zárul. Így történt, ő pedig állta a szavát, és az építkezés 1300 körül meg is kezdődött egy régi mecset helyén. Az építkezés lassan haladt, a pénz fogyott,
úgyhogy 300 év kellett ahhoz, hogy 1601-ben elkészüljön a templom bejárati oldala. A mestermű lassan kezdett alakot ölteni. 1851-ben földrengés rázta meg az épületet, ami nagyszabású újjáépítési munkálatokat tett szükségessé. A székesegyházat végül csak a 20. században fejezték be. Pálmát elhagyva, kibontakozik előttünk a Serra de Tramuntana hegyvonulata, ami párhuzamosan követi a sziget nyugati partvonalát. Az egyik völgyben található a Son Termans Golf Club. Ez a viszonylag új pálya 1998-ban épült, és lenyűgöző kilátást nyújt a környező hegyekre. Néhány mérföldre északra a hegyekhez közelebb található Valdemosa. A festői falu fő nevezetessége a 14. század végén épült kartauzi kolostor. A kolostort 1835-ben zárták be. Egy évvel később Frédéric Chopin lengyel zeneszerző töltött el hosszabb időt a használaton kívüli kolostor falai között a szeretőjével, Lucille Dupinnel, akit sokkal inkább George Sand íróként ismerünk. Chopin ismert zongora műveinek egyik része itt Majorkán született. A sziklák szabdalt a nyugati part éles ellentétben áll az üdülőközpontok toronyházaival, szállodáival. Itt a csodás természeti táj évszázadok óta változatlan maradt, és ma is óvják a nagyarányú építkezésektől. A 19. században számos villa épült a part mentén, ezek manapság nagy pénzért cserélnek gazdát. Néhányan ezek közül nagyobb birtokok részét képezték még abban az időben, amikor az európai királyi családok tagjai jártak nyaralni a szigetre. A villák egy részéből szépséges kilátás nyílik a tengerre, a házból kis ösvények vezetnek le a szélvédett öblökbe, a sima sziklák pedig remek napozási lehetőséget kínálnak. Majorka egyik legszebb faluja, Deja, a Tramuntana hegyvonulat mélyén rejlik. A hegycsúcson álló kis falut helyi kövekből építették. Áll itt egy templom is, melyhez keskeny, kanyargós utcácska vezet. Deja különleges helyet foglal el Majorka történetében. Itt esett meg 1682-ben, hogy 50 bátor és elszánt szigetlakó visszaverte 150 észak-afrikai mór támadását. A győzelmet minden évben megünneplik, és újra játsszák. A 18. századtól kezdve ide vonzotta a turistákat a falu és a környező táj szépsége. A 20. században itt élt Robert Graves, angol író, 1985-ben bekövetkezett haláláig. Sírja is itt, a helyi temetőben található. Manapság filmsztárok, rockzenészek és sikeres iparmágnások vonulnak vissza nyaranta Dejába. Az évszázadok során mindössze néhány város épült a tengerparton, ugyanis a Tramuntana hegyvonulat komoly közlekedési akadályt jelentett. Csak a védett völgyek voltak alkalmasak egy-egy város befogadására. Az egyik ilyen Solié, a narancsvölgyben található. Történelme a 13. századig nyúlik vissza, ám az ősi város ma is virágzik a turizmusnak, és nem utolsó sorban parti kikötőjének köszönhetően. A várost régi villamos köti össze a kikötővel. Régóta népszerű üdülőhely, különösen a csendesebb pihenést kedvelő emberek körében, akik nem kedvelik a déli part zajosabb helyeit. A védett öböl nem csak kiváló strandot kínál, hanem innen kiinduló ösvényeket is a kikötő hátteréül szolgáló hegyekben. A Sierra de Tramuntana Majorka természeti szépségének kiemelt értéke.
Az 50 km hosszú hegyvonulat változatos geológiai formákat tartalmaz. Különleges növények és állatok élnek itt, a különleges természeti környezetben. Az elmúlt évtizedek során különböző építkezések, nagyszabású fejlesztési tervek a turizmus terjedése fenyegették. 2011. júniusában a Tramuntana hegylánc komoly természeti és kulturális jelentőségének köszönhetően felkerült az UNESCO világörökségi listájára. Az éghajlat a hegyek között sokkal párásabb, mint a sziget többi részén, és telente akár még havat is láthatunk a csúcsok között, melyek legmagasabbika, a Puig Mahor, 1445 méter magasságot ér el. 1958 óta a nagy közönség nem látogathatja a helyet, mivel az katonai zóna lett. Egy radarállomás is áll a csúcson, szemmel tartva a Földközi-tenger nyugati részét, sőt még Észak-Afrikát is. A magasban ragadozó madarak, sólymok, halássasok és keselyük lesnek az áldozataikra. Majorka az egyetlen földközi tengeri sziget, ahol máig is élnek keselyük. Évszázadokkal ezelőtt a sziget nagy részét erdő borította. Ma már csak itt, a magasban találkozhatunk erdőkkel. Az UNESCO védelme is hozzájárul ahhoz, hogy a faállomány biztonságban van, nem esik áldozatul a további fejlesztésnek. A védelmet az erdőben élő állatok is élvezik. Van egy épület a hegyekben, amely kiemelt védelmet élvez, ez a Santuari de Yuc. A 13. század óta áll itt. A kolostor egy fiatal pásztorlegénynek köszönhetően épült erre a helyre. A fiú ugyanis egy ősi Szűz Mária szobrot talált itt a földbe temetve. Yuc a sziget legfontosabb zarándok helyének tekinthető. Évszázadok óta szívesen fogadja az idebetérőket. A kolostor egyszerű szállást kínál, többségében a cellákban, amelyeket valaha szerzetesek laktak. Más egyszerű szálláshelyektől eltérő módon itt azonban arra kérik a vendégeket, hogy este 11 után viselkedjenek csendesen. A szerzetesek szívesen fogadják bármely hit képviselőit, és a nem hívőket is, mivel Yuc több mint egyszerű menedékhely. Ez egy szekuláris nemzeti szimbólum. Azoknak az embereknek szánják, akik alternatív megoldásokat keresnek, és nem akarják az egész napjukat a parton tölteni, vagy éjszakai bulikban. Sokan innen indulnak el, hogy nekivágjanak a hegycsúcsoknak. A kolostorban nemzetközileg ismert kórusiskola működik, amelyet a 16. században alapítottak. Az oktatási időszakban a diákok látják el a reggeli és esti szertartások énekes szolgálatát, nyáron pedig rendszeresen tartanak koncerteket. Tíz mérföldre északra a hegyoldal lassan belebukik a tengerbe. Itt található Poyensa városa. A 13. században alapították, az északi part védelmi központjának szánták. A város neve a római kori megszállókat idézi, akkoriban hívták a közeli települést Polenciának. A város nagyobb részt a 17. és 18. században épült. Poyensa jellegét azonban a kanyargós középkori utcák határozzák meg. Mivel közel fekszik a tengerhez, a hegyoldalban sok az üdülő villa, mindegyik saját medencével rendelkezik. Nyugatra tartva magas sziklákkal övezett kis völgyre bukkanunk. Itt is egy üdülővároska fekszik, Cala Saint Vicens. A strandot két részre tagolja a hosszú, magasan fekvő félsziget. Rajta fut az országút, mellette szállodák magaslanak. Az út kifut a félsziget végéig, ragyogó kilátást kínálva a tengerre.
Néhány mérföldre északra található Cap de Formentor, ami nem más, mint egy keskeny félsziget és Majorka legészakibb pontja. Csodás sziklák tárulnak elénk. A természet, a tenger és a szél ereje formázta őket évezredeken át. A félsziget végén egy világító torony áll, 1892-ben épült. A munkálatok komoly kihívást jelentettek ezen az elhagyatott területen. A munkások számára nehézséget okozott a közlekedés, úgyhogy a helyszínen laktak és vasárnaponként és az egyházi ünnepek idején is dolgoztak. Amikor Majorka püspöke értesült erről, oltárt emeltetett a közelben, hogy a munkások ne maradjanak vasárnapi mise nélkül. 1962-ben vezetéket húztak végig a szigeten, hogy így biztosítsák a világítótorony működését. A tervet azonban meghiúsították a villámok, úgyhogy végül két generátort helyeztek üzembe ehelyett. Ma a világítótorony távirányítással és napelemmel működik. A 20. század elején egy hegyi utat építettek egészen a világítótoronyig. Ezt az utat nem nyúlszívűeknek találták ki. A kanyarok mellett mindössze néhány helyen helyeztek el biztonsági korlátokat. A félsziget hossza egyenes vonalban mérve alig 10 kilométer, maga az út viszont 20 kilométer. Az út végén található kilátás azonban mindent megér. Cap de Formentor egészen a 20. század elejéig magánkézben volt. Amikor a tulajdonos meghalt, a félszigetet felosztották, majd eladták. Egy 1200 hektáros területen 1928-ban luxusszállót emeltek. A Barceló Formentor azóta is fogadja szerte a világból érkező vendégeket. Ez Majorka egyik legismertebb szállodája. A szálloda szélvédett helyen fekszik, ugyanakkor kitűnő kilátást kínál a partra és a tengerre. A vendéglistán hihetetlen nevek szerepelnek. Megfordult itt Winston Churchill, Charlie Chaplin, Audrey Hepburn, John Wayne, Laurence Olivier, nem is beszélve a mai filmsztárokról, mint például Tom Cruise és Michael Douglas. 1995-ben az európai államfők részvételével csúcs találkozót rendeztek a Barceló Formentorban. Ez a hosszan elnyúló, védett öböl roppant exkluzív tengerparti villáknak ad otthont. A tenger tiszta és kék, a hajók körbe viszik a turistákat az öbölben. Úgyhogy biztos elhaladnak majd emellett a különleges birtok mellett is. Ez La Fortaleza. A régi erődítményt 1628-ban építették, azzal a szándékkal, hogy védelmezze Poyelsa kikötőjét. Mára azonban exkluzív nyaraló lett belőle, amire nem sajnálták a pénzt. A villa biztonságban áll a félszigeten, csak hajóval, kocsival vagy helikopterrel lehet megközelíteni. Azt beszélik, hogy egy brit bankár vette meg. Az összeg ismeretlen, de a szóbeszéd szerint 35 millió dollár körül járhat. Ez a sziget egyik legdrágább magáningatlana. A déli teraszokról kilátás nyílik Poyelsa kikötőjére. Az üdülőváros Majorka legészakibb települése, a sziget egyik legdrágább nyaralóhelye. A Tramuntana hegylánc védelmezi. A partszakasz 6 kilométerre nyúlik el.
Valjansza kikötője a legkülönbözőbb országokból vonza ide a családokat. Élvezik a kikötő kínálta lehetőségeket, köztük azokat, amelyek különleges látványt kínálnak. Mallorca északkeleti csúcsán található Punta de Cap de Pera és egy kis üdülőváros, Cala Ratada. A kis, erődítmény jellegű város alapjait a 14. században rakták le. Később halászati és kereskedelmi kikötő lett belőle, ma pedig népszerű üdülőhely. Porto Cristóban az üdülőváros a természet adta kikötő körül alakult ki. Magát a kikötőt a 13. században alakították ki. A legenda szerint a neve annyit jelent, hogy Krisztus kikötője, és azért kapta ezt, mivel a tenger egyszer egy halászcsónakot sodort a partra, amiben egy hatalmas kereszt volt. Egy másik legenda két ökörről szól. Az ökröket egy szekér elé fogták, a szekéren egy szentkép volt. Pálmába tartottak vele, de az ökrök nem voltak hajlandóak tovább menni. A szentkép itt maradt, a várost a tiszteletére nevezték el. A szárazföld belseje felé haladva kisebb hegyeket látunk. Az egyiken, Randa város közelében három kolostort találunk. A hegy lábánál található a Sanctuario de Gracia. Mallorcán rengeteg olyan zarándokhely és kegyhely található, amelyek Szűz Mária kultuszához kapcsolódnak. A központi szentélyt és kápolnát belevájták a sziklába, elrejtve az emberi tekintetek elől. Az ezt körülvevő épületek az évszázadok során többször is kárt szenvedtek, és elvesztették díszítményeik nagy részét. Kicsit odébb a szentély fölé magasodó sziklaperemén található az Ermita de Szent Honorát remeteség. 1394-ben Arnaud d'Estrun lovag kiválasztatott, hogy 30 évig remeteként éljen a hegyekben. Arra kérte Mallorca püspökét, hogy engedélyezze számára egy kápolna építését Szent Honorát tiszteletére, aki a 4. században élt kora keresztény szent volt. Olyan részt választott a hegyen, ahonnan zavartalan kilátás nyílt déli irányban. Az elkövetkezett évszázadok során a remete lak rommá lett, és csak a 17. században az új templommal egyetemben építették újjá. A hegy legmagasabb pontján található a Santuario de Nostra Señora de Cura. A név egy ókori istenségre utal, oltalmat, gondoskodást jelent. Az egyik jelentős mallorcai filozófus, Ramon Llull is a hegy egyik barlangjába vonult vissza, lelki megújulás céljából. Ő alakította meg itt később az első latin elemi iskolát, amely 1826-ig működött. 1913-ban a kolostort restaurálták, majd a ferences rendre bízták. Ma az önkéntesek segítségével zarándokokat fogadnak itt, akik cellákban lakva élvezhetik a csendet és nyugalmat, és természetesen a csodás panorámát. Indulunk vissza Palmába, utunk véget ért. Elhaladunk a mallorcai repülőtér mellett. A nyári hónapokban ez Európa egyik legforgalmasabb repülőtere. 2010-ben több mint 21 millió utas fordult meg itt. Mallorca az egyik legnépszerűbb európai úti célnak tekinthető. Több mint 100 éve minden évszakban várja a turistákat. A szigeten az év 300 napján süt a nap, így 300 csodás naplementét van módunk élvezni. A nap lenyugszik,
A festői Majorkán tett utazásunk pedig befejeződik. Magyar szöveg Kálmán Judit, narrátor Csankó Zoltán, szerkesztő Nevelő Zoltán, munkatársak Csaba Tamás, Nagy Anna, Csorba Éva. A magyar változat a Szinkton stúdióban készült 2018-ban. Stúdióvezető Csaba László.